talán fekete. Így már hallatok, sziasztok! Most pedig a Hoglet Interaktívot fogjuk bemutatni nektek. Ők azok, akik a Rollcats-ért felelősök, amit kipróbálhattatok ma, illetve volt ugye Rollcats bajnokságunk is. És akkor föl is hívnálak téged a színpadra, és át is adom a mikrofont. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit! A nevem Alex Tóth, és a Hoglet Interaktívtől, mint jelenleg egy személyes fejlesztő, szeretnék pár szót szólni magáról a játékról, és hogy jött az ötlet. Na szóval, maga a játék, mint az sokaknak is elsőre lejött, nagymértékben hasonlít a Wipeout-ra és a régi nagy klasszikus versenyjátékokra. És az ötlet, mint az onnan jött, hogy szerettem volna egy hasonló játékot, csak sajátot, és hát a lehetőség adott volt. Mint azt látják az introból, a játék Unity alatt fut, és itt szeretnék mindenkit buzdítani arra, hogy ha van ötlete, és szeretne belevágni, akkor ne féljen. Tehát nem kell, hogy meglegyen a teljes tudás ahhoz, hogy létrehoz azt, amit szeretnél, mert mindent meg lehet szerezni a netről. Tehát letöltesz, tanulsz, tutoriálok, és az engine választás, hogy Unity, Unreal, Godot, lényegében mindegy. Tehát amivel úgy érzed, hogy fogsz tudni foglalkozni, abban érdemes belevágni, időt, energiát belefektetni, és jön. Most maga a Rollcats, hát van rajta némi Star Wars átérzés a droidokból. Az első verzió olyan 5-6 évvel ezelőtt még Star Wars Droid Racer néven indult, mint fan project. És hát ennek a LucasArts nem nagyon örült, és a Disney sem. Úgyhogy pár e-mail váltás után világossá vált, hogy vagy abba hagyom, vagy teljesen feleslegesen fogom fejleszteni, mert úgysem fog tudni legálisan megjelenni sehol. És hát akkor úgy gondoltam, hogy oké, hát ha nem lesz Droid Racer, ami a mai napig lényegében BB-8-szal nem tudtak versenyezni egy játékon belül. Halló? Na, így már mindjárt más. Vagy mégse. Na szóval, mivel hogy még nincs ilyen játék, hogy BB Racer, ezért aztán gondoltam, hogy ha már azt nem, akkor legalább felhasználva az addigi kódot és a lelkesedést, valamit össze kéne hozni. És így lett lassan a droidból először egy macskafejű BB-8-szerű robot, később kapott egy nagy kereket, farkincát, motorhangot, és elindult maga a Rollcats. Ami a név egyszerű, mivel hogy az első lépések a Unity Rollable tutoriálból indultak el, és mi, ahogy macska, ezért jött a Cats, tehát meg lett rögtön a Rollcats. Az indulás az mobilra történt, annó, mint Android fejlesztés. Ennek a romjai még valahol ott vannak a Google Play-en, mint beta teszt, de mai szemmel teljesen ég és föld a két projekt. És utólag szerintem nagyon jó választás volt váltani mobilról PC-re. Tudom, hogy ma mindenki abba gondolkozik, hogy mobilfejlesztés, mert a telefon mindenkinél kéznél van, de pont ez a probléma vele, hogy napi szinten annyi játék jön ki mobilra, hogy amennyiben független fejlesztő vagy, és nem szeretnéd, hogy a játékod szinte elveszten a tömegben, tehát a napi 500 is akár megjelenik mindenféle indie fejlesztők közül, esélytelen, hogy nagy tömegeket el tudj érni, mint független fejlesztő. Hát érdemesebb inkább más platformon gondolkozni. Nem beszélve arról, hogy mobilra azért nagyon-nagyon-nagyon le van korlátozva, hogy mit tudsz megengedni, optimalizáció, effektusok, stb. Aki például látja most a Rollcast, főleg egy játékos üzemmódban, ahol vannak fényeffektusok, ragyogás, a God Race, ezeket mobilra, mint bepakolom, akkor vagy a végtelenségre lehet optimalizálni, és még úgyse fog minden típuson működni, vagy egyszerűen az ember fogja magát, átváltja az egész projektet PC-re, és nyugodtabban tud fejleszteni, dolgozni. És ami pedig a technikai hátteret illeti,
mikor elkezdtem, annak a tudásnak, amit jelenleg mögötte van, körülbelül csak olyan 5%-ával rendelkeztem. Voltak ötletek, nagyjából elképzelés, hogy mit, hogyan kéne megoldani, de gyakorlatilag minden új volt. És lépésről lépésre, ahogy indult a játék, darabonként, ahogy jöttek az különböző funkciók, úgy nagyjából összeállt, de volt, hogy hónapokig valamit fejlesztettem, csiszolgattam, és végül az egész kód át lett írva, mert rájöttem, hogy másképp kell, vagy esetleg sokkal jobb megoldást találtam később. Ez annyit szeretnék mondani, hogy ne féljen senki belevágni, ha van ötlete. Tehát ne legyen az a visszatartó, hogy szeretnék valamit csinálni, de nem tudom, hogy hogy kell, hogy fogjak hozzá. Egyszerűen csak el kell indulni. Valójában a Rollcats-nek, mint projektnek sose volt egy igazi terv, vagy váz, vagy nagy, hát így mai szemmel mondva séma, hogy melyik kód mit irányít, mit épül fel. Ez olyan lépésről lépésre, ahogy jött, úgy alakult át. Egyszerűbb lett volna persze leülni az elején egy hónapig tervezgetni, de kezdőként úgy gondoltam, hogy hát majd csak lesz valahogy, és hát alakult is valahogy. Szóval ne legyen visszatart erről, bárkinek bármilyen ötlete van, ha talál rá időt, próbálja meg. Hát legfeljebb nem fejezi be. Mindenkinek, aki független fejlesztő, van a suflikban, a fiókban, a harddisken félrepakolva, több tucatnyi olyan projekt, amit elkezdünk, jó ötlet volt, és valamiért sose lesz folytatva, befejezve, de megtanultunk belőle valamit. Mindig megmarad egy bizonyos szintű tudás alap, amit később felhasználunk egy más projektben, vagy az aktuális játékban, amit aztán végül fejlesztünk. Hát, szóval a Rollcats maga az így jött, de nem ez volt az első játék, amit kiadtam. Ezt megelőzte egy 3D-s változata a River Raid-nek. Nem tudom, ki emlékszik még rá az Atari korszakból. Carol Shaw volt az alkotója 1000 évvel ezelőtt. Na, nem mondjunk ilyet, mondjuk talán 30. Tehát ő mindegy személyes fejlesztőként ezt az Atari-ra készült gyöncmet összehozta, ami hát gyerekkorom egyik nagy kedvence volt. És jött az ötlet, hogy talán kéne belőle egy 3D-s új változat. A motiváció csupán annyi volt, hogy szerettem volna, hogy létezzen. És ez az a másik pont, hogy ha elkezdünk valamit, mint független fejlesztő, sosem lehet a cél az, hogy nagy anyagi haszon és majd gigantikus álmokat kergetni. Mindig az legyen a cél, hogy maga az alkotás, hogy létrehozzunk valamit, hogy amit elgondolunk, az valóságot öltsön, és igazából az, ha látjuk a játékosokat, mint ahogy ma ti is itt játszottatok a játékkal, aki kipróbáltatok, vagy a bajnokságot, az sokkal nagyobb örömet és lendületet ad magának a fejlesztésnek, mint bármilyen szintű esetleges anyagiak, vagy egy letöltés számláló, mert a letöltések azok csak egy számok. Látod, oké, több, kevesebb, ez néhány jobb volt, nem volt. De amikor látod, hogy az emberek örülnek, tetsznek neki, közvetlen visszajelzés van, az egyszerűen egy felbecsülhetetlen értéket képvisel, és ad vissza annyit a fejlesztőnek, ami tovább tudja vinni a projektet, mint lelkesedés szinten, és látod, hogy van értelme. Látod a játékosok arcán, hogy tetszik nekik, közvetlen visszajelzés, esetleg ötletek. Tehát ez a másik dolog, amit szerintem mind kezdő fejlesztőnek, vagy akár profiknak is szem előtt kéne tartani, hogy maga az alkotás legyen az lényeg. Igen, persze a nagy stúdióknál már teljesen minden anyagi alapú, és ezért aztán néha elvesznek dolgok, de mi, mint kis fejlesztők, ezt meg tudjuk engedni, hogy a játékosokért csináljuk, és azért, hogy létrejön ez a projekt úgy, ahogy van. Szóval a River Strike aztán végül meglett. Jelenleg, ha valakit érdekel, az itch.io-n le tudja tölteni ingyen PC-re, és Google Play-en elméletileg még fent van, és játszható. Tehát az jelözte meg magát a Rollcats-t. Közben persze a Rollcats Projects az folyt,
csak minthogy szünetelve lett. Továbbá terve van még pályák tervezése, és itt jön a harmadik pont, ha úgy érzik, hogy van is ötletünk, van is tervünk, de egyszerűen túl soknak tűnik az, mint vizuálisan megvalósítani egy játékot. Szintén nem kell félni, mert bármit is szeretnénk, általános dolgokra gondolok, tehát egy várkastély, falak, természet, környezet, fák, bármi már megvan. Tehát meg tudjuk vásárolni, akár az Access Store-on, vagy más platformokon, ha más engine-t használunk, és úgy össze tudunk bele kombinálni dolgokat, hogy eredetinek hasson, más design, tehát szintén nem kell ma már újra lemodellezni dolgokat, mert meg lesznek. Tehát az újabb indok arra, hogy fejlesztetek. Igen, tehát mindig öröm látni, ha valaki hasonlóan gondolkodik, és elindul azon az úton, hogy valamit létre akar hozni. Én csak bátorítani tudok mindenkit. Az, hogy egyáltalán ma itt játszottatok, ez szintén annak a példája, hogy volt egy ötlet, és volt mögötte egy akarat, hogy létre legyen hozva. Tudás még nem volt, de az idővel megjön. Most nem tudom, hogy van itt valaki, aki ismeri a Unity-t valamilyen szinten, hogy érdekelnek-e a technikai részletek a Rollcats-ből, hogy mi hogyan működik. Ha nem, akkor nem mennénk bele, mert csak felesleges maszlak lenne. Na szóval, de a lényeg az, hogy egy idő után, ha elkezdtek fejleszteni, mindenki úgy kezdi, mint játékos. Mindenki, tehát bármelyik, aki valaha fejlesztett játékot, olyan emberrel még nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy nem szeret játszani, nem voltak kedvenc játékai, és csak úgy belevágott, belecsöppent és fejleszt, de igazából nem szereti játékokat. Tehát lehet, hogy van valahol ilyen, én még nem találkoztam vele, talán remélem nincs is. Tehát aki nem szeret enni, az ne főzzön, ugyebár. Szóval... Tehát én is, mint játékos kezdtem, és aztán hát idefajultak a dolgok. Most már nagy dilemma, hogy az ember játszon, vagy fejlesztje. Amit ezzel akarok mondani, hogy megváltozik a szemlélet a játék iránt, tehát mikor már így jobban átlátják a helyzetet, hogy mi működik, akaratlanul is azon kezdtek el gondolkozni játék közben, hogy aha, ezt hogy oldották meg, esetleg hogy tudnám én megcsinálni, sőt, eljön az a pont, amikor olyan eretnek gondolatok fognak felmerülni, hogy na, ezt én is meg tudnám akár csinálni, az egészet úgy, ahogy van. Csak aztán később, ha az ember vág rá, hogy igen, meg tudjuk, csak egy stúdió 50-100, esetleg 500 emberrel egy év alatt összedobja, vagy két év alatt, és így egy magunk pedig lehet, hogy 10 év múlva még fogunk vele szenvedni. Hát azért, ha belevágjuk a fejszét ebből a fába, akkor azért mértékkel, hogy lássuk, hogy hol a vége, mert lehet ám a végtelenség fejleszteni akár egy MMORPG-t is egyszemélyes fejlesztőként, csak el is készüljön. Ezt mondom úgy, hogy a Rollcats még nem kész, és ha ezt bevallom, hogy a legelső kódtól a mai napig eltelt 6 év, hát azért ez nem biztos, hogy motiváló, de hát ilyen a független fejlesztők élete. El fognak telni hetek, hónapok, akár évek is úgy, hogy nem haladsz vele, de mindig ott fog motoszkálni a fejekben, hogy majd egyszer befejezem, és eljön ez a pont, amikor azt mondod, hogy na, akkor itt az idő, és fejleszünk, és vágjunk bele. Esetleg valami kérdés valakitől? Igen? De igen, ez folyamatban volt, csak aztán valahogy mindig lemorzsolódtak. De amúgy szívesen látok bárkit, aki beszállna, akár modellezni, vagy esetleg kódolni is, már ha kiigazodik azon a káosz kódon, amit összedobtam a Rollcats meg. Ez annak az eredménye, hogy sose volt az, hogy leültem volna, hogy konkrétan mi mit fog csinálni, hány komponens, milyen kódok. Az aktuális komponensnél igen, de
aztán ez így lassan alakult. Aztán az ember néha leül és átfésüli az egész kódot persze. Tehát egy fél év, egy év alatt néha eljön az a helyzet, hogy ránézek, és hogy hú, ez talán nem így kéne. És persze a csapattársak is, ha jönnek, akkor jobb, ha átlátható a rendszer. De egyébként igen, tehát én gondoltam rá, csak előbb-utóbb mindig ott kötöttünk ki, hogy akikkel beszéltem, azoknak volt egy egész más ötletük, és az lett végig, hogy én szálljak be az ő projektjükbe, és ne az ők az enyémbe. És ezt mindenki folytatta tovább a maga-maga kis játékát. De mindig jó, ha többen összeállnak csapatmunkával egyszerűen. Már csak motiváció szempontjából is, hogy ha épp rossz napod van, vagy ki lehet ebbe is egy picit égni, akkor van egy másik személy, aki tovább viszi, motivál, amíg te egy picit magadhoz térsz, hogy visszajön az a lelkesedés, mert az nem töretlen. Tehát magam példájából tudom, hogy egyszerűen, ha van olyan heted, hogy nagyon belendülsz, és éleken át dolgozol, látod, hogy működik, ezt mindig követi egy olyan szakasz, amit a produktivitás az teljesen lenullázódik, lényegében fel kell töltődnöd, hogy újra jöjjenek a kreatív gondolatok. És ez gyakran attól is függ, hogy kivel találkozol. Tehát egy hasonló független fejlesztővel elbeszélgetsz, ad egy pár ötletet, vagy esetleg valaki be tud segíteni. Tehát igen, igen, gondolkoztam, csak még valahogy nem állt össze a csapat. Egyéb kérdés? Igen, igen, most mindenki ezzel van elfoglalva. Nos, ha elolvasom, hogy mik a feltételei annak, hogy fizetni kell és mennyit, hogyan, hát valójában örülnék, ha eljutna arra a szintre a játék, hogy ezen kelljen gondolkoznom, hogy mennyit fizetek a Unity-nek. Én nem értem, hogy mi ezen a pánik. Tehát a Unity a kezedbe ad egy rendszert, amit te használsz. Az oké, hogy most van ez a változás, de két dolgot látok ebből. Vagy vissza fogják vonni és átdolgozzák, már csak a nagy nyomásra is, vagy kitartanak mellette makacsul, de hát tulajdonképpen, ha jól tudom, csak 2024-től, igen, tehát addig, ha valaki nagyon akarja, simán át tud nyergelni egy másik engine-re, ami amúgy nem olyan könnyű, mert mondjuk úgy, hogy az én agyam is már megvan mérgezve Unity-vel, és most hirtelen jövő évtől Unreal-be kellene átmennem, az azért lenne mit csinálnom, hogy ugyanazt össze tudjam hozni. És a nagy stúdiókat pedig szerintem nem fogja érinteni. Tehát milliós bevételeknél hát fizetnek, ha kell. Tehát szerintem magát az én projektemet nem fogja érinteni. Ha pedig eljut oda, hogy már érinti, hát akkor nagyon helyes, csak érintse. Annyira optimista nem vagyok, hogy odáig eljut, de jó lenne, hogy eljutna. Tehát én nagyon szívesen fizetnék a Unity-nek a letöltéseiből is, mivel hogyha Nintendo Switch megjelenik, tehát fizetős lesz, a Steam-en szintén. Na most letöltésenként az a nem tudom, mennyi, milyen centek voltak, ott tényleg nem olvastam az egészet, de ha az lesz a legnagyobb bajom, hogy fizetek a Unity-nek, akkor hát az lenne a legnagyobb problémám. Tehát jelenleg nem érint a dolog. De bárcsak. Lejárt az időnk időközben. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. És a Rollcats-et, akit érdekel a demo, le tudja tölteni a Steamről, vagy rákeresse a Steamre, mint Rollcats, vagy esetleg itt valahol még hagytam szórólapot a QR kóddal, és beszkennelve meg tudjátok nyitni, és játszatok. És aki többet akar, az vágjon bele, és fejleszten. Hajrá!